A húsboltban a vásárlók már elkezdték a beszerzést a töltött káposztához és a kacsasülthez is. A klasszikus töltött káposzta a karácsony egyik jellegzetes étele. Mellé gyöngyi húsleves, töltött húsok, disznótorosok is sok helyen az ünnepi asztalra kerülnek. Ezek hozzávalói a boltban megtalálhatóak épp úgy, mint a kacsacomb, kacsamell, de karácsonykor sláger a kacsamá is, tudtuk meg a szakembertől. Van, aki hasábkáposztából tölti a káposztát, darált hússal az nagyon, de nagyon szeretik a dagadót, a lapockát, de van, aki apró káposztával készíti, gombócos káposztának, úgyhogy vegyesen fog most fogyni a kereslet. Füstölt termékekből a klasszikus tarja, a füstölt csülök, a füstölt bordaszél, kolozsvári szalonna, van, aki szereti a töltelék közé, van, aki a töltelékbe. A halászlé mellé pörkölt és kocsonya is kerül, utóbbiakhoz a hozzávalók adottak. A szakember az ünnepi ételek mellé reggelire egy jó kis kacsazsíros pirítóst ajánl, vagy kacsazsíros kenyeret hagymával, bár ezek nem annyira lájtos ételek, de májpástétomot is lehet készíteni gyümölcsel, sajtokkal tálalva. Deák Ferencnék ünnepi asztalán a halászlé elmaradhatatlan, de harcsafilé sütve egy kis szósszal, gyöngyiből húsleves, töltött káposzta és sültek kerülnek mellé. Mákos és diós kalács is, linzer és mézes kalács is lesz. Többet kell fizetni idén az ünnepi töltött káposztáért. A legfontosabb alapanyag a káposzta ára ugyanis drasztikusan emelkedett. Egyes fajták 20, de olyan is van, amelyik 50%-kal kerül többe, mint tavaly. Jelenleg a sertésdagadó, ami a legkedveltebb a töltött káposzta alapanyagához, az most nálunk 2490 forint. Van, aki a soványabb húsrészekkel szereti készíteni, a sertéscomb, ugye az most árstopos, 1650 forintért kínáljuk. A káposzta viszonylatában az nem olyan túl sokat változott, emelkedett, annak most jelen pillanatban 750 és 800 forint között mozog az ára. A füstöltáró, amit nagyon szeretnek hozzá a vásárlók, az is emelkedett, de tehát 3500 forinttól, tehát 2950 forinttól mondom inkább a szalonnaféléket, egészen 4200 forintig megtalálják ezeket a termékeket, amiket szeretnek füstöltből, akár tarját, akár kolozsvári szalonnát, akár csülköt, akár füstölt bordaszélt. Megnéztük a karcagi piacon, mit is keresnek a vásárlók. Sertéshúsból és füstölt hús mellé, azzal meg. Magyaros, tehát ugye fokhagyma, só, bors, mint a kolbászhús, füstölt szalonnát teszünk, kis apró káposztát, aki szereti tejföllel. Deák Ferencnék Szenteste napján 12 óráig várják a vásárlóikat, hogy mindenki asztalára oda kerülhessen az, amit szeretne.